Ez jelen pillanatban ez a készfertőt kapható. Ez 99,9%-át adja meg a baktériumoknak, ugye minél nagyobb alkohol tartalma legyen a fertőtlenítőnek, annál nagyobb a hatása. Még mindig a készfertőtlenítőt keresik a leginkább az üzletekben, meséli Német Péter, az egyik győri belvárosi diszkont vezetője. A kis tubusok mellett azonban úgy tűnik, szépen fogynak a fertőtlenítő kendők és a hagyományos szappanok is, ami nem is csoda. Az egyik legfontosabb tennivaló a koronavírusos időszakban a többszöri helyes kézmosás. Ugye azt tudni kell, hogy a készfertőtlenítőt nem helyettesíti a kézmosás, tehát ezt akkor kell használni, amikor az ember eljön otthonról, és mondjuk pénzezett, vagy más emberre találkozott, vagy kontaktusba került akkor, de egyébként ugyanúgy kezet kell mosni otthon. Általában az a jellemző, hogy mondjuk több, tehát 5-6 darabokat szoktak vinni, és ugye azt szétosztják a család között a készfertőtlenítőket. A beszerzés egyébként elég nehéz, ugye rendvédelmi szerveknek a elsődleges forrásuk van, és ugye milyen másodlagos helyről tudunk szerezni, tehát ahol még van elfekvő készlet, ezért a beszerzés ára is megnövekedett, úgyhogy sajnos mi is kénytelenek vagyunk drágában adni, mint a átlagos hétköznapokban. Ez szül némi konfliktus, de inkább azt tesszük észre, hogy az emberek örülnek neki, hogy kapható. Azonban a járvány miatt megnőtt a kereslet egyes tartós élelmiszerek iránt is, az üzletekben jóval több fogy belőlük, mint általában. Újabban a tartós élelmiszerek mennek, gondolok itt liszt, cukor, tej, konzervek, most ezzel is ugye próbáljuk a vásárlóigényeket kielégíteni, illetve a szeszes ital is azért fogy, gondolom azért ugye a vendéglátóhelyek eleve zárva vannak, úgyhogy a alkoholfogyasztási szokások ugye átalakultak és az emberek otthon fogyasztják. A statisztikák szerint egyébként még a tej, a sajt és a téli szalámi, ami a leghamarabb elfogy még az üzletek polcairól, ezen kívül úgy tűnik, mélyhűtött termékekből is beraktároznak az emberek, vagy igyekeznek előre főzni egy esetleges karantén idejére.